Tisztelt elnök úr, hármatlan kapitány úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kollégák és kollégák! Hallgatva a beszámolót és az általam képviselt szervezet teljes személyállam nevében engedjék meg, hogy felismerésre fejezzem ki azért a munkája teljesítményért, amelyet önök végrehajtottak ennek az országnak, hazának biztonsága érdekében. Ilyen teljesítményre csak olyan személyen képesek, akik hazájukért, családjukért, hivatásukért felelősséget éreznek. Amikor azt mondtam, hogy kollégan és kollégák, ezt a kifejezést akkor használom, hogyha olyan helyen vagyok, amikor azonos célú hivatás tagjai vannak jelen, de ők találkozhatok. Érdekes és fontos, hogy a polgárőrség és a tűzoltóság, főképpen az önkéntes tűzoltóság több területen kapcsolódik egymáshoz. Számos közös egyesület érvényesül az országban, nagyon sok polgárőr vagy önkéntes tűzoltó átjárható módon vesz részt a másik szakterület tevékenysége munkájában. Így elmondható az is, hogy Szent Flórián, a védőszentünk önökre rátok is vigyáz, és én azt kérem, kívánom, hogy ne kerüljetek olyan bajba, amikor szükség lenne a segítségére. Ahogy mondtam, közös a felelősségünk, közösek a gondjaink is, hiszen azon a téren, amit az ország biztonsága érdekében tennünk kell, a következő időszakban nagyobb szerep hárul, ezért nagyobb támogatás szükséges azon önkénteseknek, legyenek polgárőrök, vagy tűzoltók, polgárvédelmi dolgozók, szakemberek, önkéntesek, akik a biztonságot védik, hazánk közbiztonságot védik, szűkebb, tágabb értelemben. Nincs sok idő várni ezekre a változásokra. Ezért jelenleg annál a szervezetnél, amely hivatást teljesítek, szolgálatot teljesítek, ilyen jelentős változások lépnek életbe április 1-től, amelyek érintik mind a hivatásos, mind a önkéntes területen szolgálatot teljesítőket. Nincs időnk, hiszen a mai fölgyorsult világban olyan természeti, civilizációs veszélyforrások léptek föl, oly módon gyorsultak föl a kockázatot előidéző különböző tevékenységtörök, amelyekre most már nem lehet kényelmesen várni, és majd valamikor egyszer arra intézkedni. Ezért azon változásokat, amelyet most mi kezdeményeztünk, volt már másfél évünk körülbelül, hogy megalapozzuk jogszabályokkal a tapasztalatot, a tudást, ezért inkább nevezhető ezen a változási folyamat egy céltudatos revolúciónak, mint egy lassú evolúciónak. Abban a munkában, amelyet önök végeztek és végeznek, úgy gondolom, hogy a jövőben még nagyobb szükség lesz egymás támogatására, hiszen a segítségnyújtást oda kell vinni, ahol a veszély található, a veszélyjel számolni kell. Ezért mi sem tervezzük azt, hogy nagy állami beruházásokkal sok drága tűzoltóautóval egy-egy nagy bázist felépítünk, de inkább tervezzük, hogy olyan személyeket keresünk, kérünk, várunk sorainkba, akik elfogadják támogatásunkat, elfogadják szakmai ajánlásunkat, elfogadják segítségünket, és ott segítenek, ahol élnek, ezzel növelve a biztonságot, növelve ezáltal az önvédelmi képességek, növelve a települések, főképp a kis települések biztonságos körülményei, csökkentve a kockázatot, így leszűkítve, rövidítve azt az időt, amikor a segítség a bajban lévőhöz megérkezik. Tisztelt hölgyeim és uraim, én még egyszer köszönöm azt, hogy eljöttem ma önök közé, köszönöm azt a munkát, amelyet önökkel, mondjam azt veletek, közösen, különböző beszélgetésekben végeztünk, hiszen nem volt olyan veszélyhelyzet,
amelyben akár a kollégáim, akár én ne találkoztunk, ne dolgoztunk volna együtt, közösen polgárőrökkel és nyilván rendőrökkel. Engedjétek meg, ez a munkához, közös felelősséghez kívánjuk nagyon sok sikert, jó egészséget. Köszönöm, hogy hallgattak.